a második fél idő, az első 10 percben sikerült egy komolyan leforogni ezt az előnyt. Az első fél idő sokkal jobban védekeztek, mint a második fél időben, és azokat a hibákat, amit követünk el az első 10 percben, ott már lett 5 gólos hatrányunk, az mindedik megbüntettek. Egy eladott labda, az olyan előkészítetlen kapura lövés, a védés, gyors indítás, lerohanás, és azt eredményezte, hogy nagyon gyorsan szereztek egy olyan komoly előny. Utána egy kicsit javult a játékunkat, egy kicsit stabilabb lettünk a támadásban. Már akkor kevesebb gólt kaptunk, de akkor is már nem akkora a gyorsasága növekedett az előnyük, a Fradi előnye, hanem lassan apránként, de az első fél idő tényleg nem volt ennyire a stabil. A második fél időben egy kicsit gyenge volt már Fradinek is a védekezése. Úgy éreztem, hogy már megvan az előny, akkor már meg lesz. És ott a második fél idő az első 10 percben sikerült egy komolyan leforogni ezt az előny. De amikor összeállt Fradinek a védekezése, akkor megint jöttek olyan hibák, amit a bazosztályban szerintem nem biztos, hogy kell csinálni, és azzal büntettek meg.